Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás 40-29-31. Az erő hulláma a pásztor felkérte ezt a férfit, aki sosem járt azelőtt, hogy tegyen bizonyságot. Ő elmondta, tudtam, hogy a gyógyító erő a testembe áradt. Éreztem, ahogy elönt, mint egy meleg bizsergés. Mégsem tudtam még járni nem voltam jobban. Hazavittek, és a legfiatalabb öcsém besegített az ágyba. Látod, ez a fiatal férfi olyannyira tehetetlen volt, hogy magától nem tudott felöltözni és levetközni sem. Így folytatta. Elalvás előtt azt mondtam. Isten gyógyító erejével szolgáltak nekem, és ez az erő dolgozik most bennem, hogy meggyógyítson. Amikor másnap reggel felébredtem, a családom felsegített az ágyból, és a székembe tett. Azután a nap folyamán többször is kimondtam: Isten gyógyító erejével szolgáltak nekem. Ez az erő dolgozik most a testemben, hogy meggyógyítson. Amikor ezeket a szavakat megvallottam, Éreztem a testemben az erőt. Olyan volt, mintha melegség öntött volna el. Hirtelen, részletezte a férfi, hirtelen úgy éreztem, hogy erő hullámzik át rajtam. Sosem voltam képes lábra állni. Akkor azonban késztetést éreztem arra, hogy felálljak, ezért felnyomtam magam. Életemben akkor álltam először. Áldogáltam ott egy pár percig, és amikor úgy tűnt, hogy elfogok esni, visszaültem. Ültem ott. És dicsértem Istent, mert az ő gyógyító erejével szolgáltak nekem. Mielőtt még észbe kaptam volna, újra lábra álltam, és járni kezdtem. És azóta is járok. Ez a férfi le is maradhatott volna a gyógyulásáról, miután szolgáltam neki. Azt is mondhatta volna, éreztem, hogy az erő átárat rajtam, de nem működött. Ezrek mondták már ezt. Éreztem az erőt, de nem lettem jobban. Ez a férfi azonban másképp beszélt. Isten gyógyító erejével szolgáltak nekem, és ez az erő most is működik bennem. Dolgozik a testemben, hogy meggyógyítson. Hála Istennek, megtette. Mindannyian szemtanúi voltunk. Megvallás. Isten gyógyító ereje dolgozik a testemben, hogy meggyógyítson engem. Dolgozik bennem most is.